Dávid Zsoltára. Második rész. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Zsoltárok könyve 23. fejezet 4. vers. Tombol a minket körülvevő világ, de ez még nem a halál árnyékának a völgye. Nem szeretnék különösen kitérni arra, hogy milyen hely az a bizonyos halál árnyékának a völgye, maradjunk annál a kifejezésnél, hogy a legsötétebb hely, ahol igazi veszély vár. Ha figyelmesen elolvassuk a Zsoltárt, ennél a versnél történik valami. A zsoltáros abba hagyja azt, hogy az Úrról beszél, és az Úrral kezd beszélni. Mert amikor minden rendben van, akkor bátran tudunk beszélni arról, hogy mit is jelent számunkra Isten, hogy ki ő az életünkben. Azonban, ha a veszélyhez közeledünk, vagy a veszély közeledik hozzánk, akkor egyszerre minden megváltozik. Igazán szükségünk lesz az Úrra. Mert te velem vagy, Uram! A legsötétebb órában is a legmegpróbálóbb helyzetekben Isten közel van. Amikor bizonytalan talajra lépünk rá, akkor megváltozik a kapcsolatunk Istennel. Az Istenről való beszélés átváltozik az Istennel való beszélgetésre. Mert a te szereteted kísér életem minden napján, Uram. Akkor is, amikor süt a nap, vagy éppen havazik, akkor is, amikor fogalmunk sincs arról, hogy kik is vagyunk valójában, akkor is, amikor elesünk, de már nincs erőnk felállni. Ott vár a kinyújtott kéz. További megerősítő, bátorító gondolatokért látogass el a www.vanerőm.com weboldalra.